Ked délután így robbant be a város megszokott rendjébe a 23. székelyudvarhelyi diáknapok. Az idén az elmúlt évekhez képest rekordszámú, összesen 15 csapat jelentkezett, mindannyiuknak célja, hogy vasárnap este pont őket kiáltsák ki győztesnek. Vikingek, Jazz Venture, rokonok, munkások vekkergültek, csak egy pár csapatnév azok közül, akik egész héten vetélkednek, szórakoznak, felforgatják a várost. A rendezvény egyik leglátványosabb programpontjának a résztvevők felvonulása és a közel 250 diák közös tánca számított, mely külső szemlélőnek kissé kaotikusnak hatott, viszont az előadók lelkesedése, életöröme mindezt felettette. A felvonulás első megállója a Patkó volt, ahol szülők, diáktársak várták a csapatokat. A közönségből, aki vett már részt marosvásárhelyi vagy kolozsvári diáknapokon, nosztalgiázhatott kicsit, hiszen a székelyudvarhelyi rendezvény flashmobja ugyanazt a hangulatot teremtette meg, melyet egyetemisták csoportjai az említett két nagyobb városban. A központból a Betlen lakótelepen található park felé indult a tömeg. A versenyzőket a hangzavarban arról próbáltuk faggatni, hogy miért jó részt venni a diáknapokon. Buli. Nagyon szórakoztatónak tartjuk. Tapasztalatokat szerzünk, új embereket ismerünk meg. Óriási buli lehetőség, és összeszokik a csapat, és megismerhetünk egy csomó embert. Jó dolog, és jobb alkalmunk van jobban megismerni egymást, és amúgy is jó buli. A felvonulás a Dávid Ferenc téren ért véget, ahol ismét villámcsődülettel mutatkoztak be. A 23. székelyudvarhelyi diáknapok a csapatok bemutatkozásával folytatódik, de bulikból sem lesz hiány. Péntek este 9 órától például az Airi Mafia koncertezik, előtte a Face Today lép színpadra. Az egyhetes rendezvény vasárnap Szejkefürdőn zárul, ahol győztest is hirdetnek.